זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 142, טוב ורע. אנחנו מתחילים בכותרת איסורים מתקבצים ונעשים לאור גדול, פסקה 141. אז שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, קטעים נבהרים. בעמוד 142 בפרק טוב ורע, בקטע אהרון בדף, איסורים מתקבצים ונעשים לאור גדול. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kam.co.il. שם תוכלו גם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאל נא כאן. Tehát akkor Zohár. És jóra Zohár. Akkor most egy Barnó. A Zohár olvasásra való felkészülés az azt jelenti, hogy valóban a szándékot kell tartanunk, amely az egység felé fordul. Tehát minden cselekedetben az egységet kell tartanunk érdekében, hogy felfedezzük a Zohárnak az erejét, és hogy megkapjuk azt, amit a Zohár adni akar nekünk. איסורים מתקבצים ונעשים לאור גדול. Tehát a szenvedéssel hatalmas fényt gyűjtünk össze. 141-es pont. Tehát eddig beszéltünk a büntetésről és a szenvedésről, és a szeparációról, amely a teremtőtől való hitből választ el. Tehát a szeparáció a teremtőtől, tehát hittől. Ez a legnagyobb szenvedés, mondja Rav. Tehát a Zohár azt mondja, hogy a büntetés és a szenvedés az minden más dologtól különbözik a világban, mert az emberi bűnnel kapcsolatos, és a pokoli kínok, amelyeket a testé lát, amelyek kitöltik ezt a világot, ezek egy hatalmas zivugra alkalmasak, és írva van, hogy az embernek meg kell kapni a fény, az Úr fényét, és megsokszorozódik az ember eleje, és az Úr megvilágít mindenkit, és nyilván ez azért van így, mert mindannyian összegyűlünk, egy hatalmas fényt tudunk befogni, és egy hatalmas örömet tudjuk fordítani a szenvedés. És ahogy mondva van, nem kellnek beszédek, és nem kellnek szavak, amelyek gyakorlatilag erről a fenséges dologról szólnak, amelyek összegyűjtik a szenvedést a világban. Tehát a Szent Király előtt semmi nem hallatszik, amelyet nem megfelelő örömmel terjesztenek fel hozzá, és ilyen módon az embernek örömbe kell fordítani a szenvedés is, hogy a nagy király meghallja, és valóban meghallja a sóvárgásunkat a felső világ felé. Más szóval a múlt időben kell beszélni minden szomorúságról és fájdalomról, amely a korrekció végéig majd felemelkedik, mert ott minden öröm és fájdalom egyre nagyobb, minden szenvedés egyre nagyobb örömet fog okozni. És írva van, hogy azokban a napokban az Úr az egyenlőséget teremt Izrael között, és ez azért lesz így, mert amikor mindent az érdemeinek megfelelően fordítunk be, akkor valóban ez úgy fog tűnni, hogy többé nem is létezik a valódi formájában, ahogy az a múltban létezett a szomorúság és a kegyetlenség, és ahogy mondva van, ő nem akarja meghalni őket, ami azt jelenti, hogy nincs semmilyen beszéd és könyörgés, ami visszatérne a teremtőhöz, ahogy ezt meghallják, mivel ezeknek előttől szenté kell válni, és a szentségnek kell magukba hordozni. És ez a magasztos szint, amely hatalmas zivuggá emelkedik, minden, és amely minden lelket magába fogja, és minden cselekedetet a korrekció végéig, legyen az jó vagy rossz, az úgy tekinthető, mint egy vonal, vagy egy oszlop a fényen belül, melyek a világ egyik végétől a másik végéig ragyog. És ez egy hatalmas egység, ahogy írva van, az Úr és az ő neve egy. Azaz, ahogy mondva van, az ő vonaluk az keresztülhatol minden földön, ami azt jelenti, hogy ennek az anyaga, amiben mindenféle szenvedés és büntetés megragadható, az a világ végétől, az egyik végét a másikig ragyog, azaz a világon keresztül. Rav. Tehát nekünk meg kell próbálnunk érezni a szöveget, mondja, miről szól a szöveg, hogy annak megértsük a valódi működését.
tehát a végső korrekció, föld, szent, szentség, öröm, szomorúság. Tehát nekünk meg kell próbálni. Egy spirituális érzéki különbözetként megragadni. A teremtő gondviselése, ez a következő cikk. A teremtő gondviselése, 168, ez az egész különbség e között a világ között, a korrekciót megelőzően és a korrekció végén, a korrekciót megelőzően a Malhutot úgy hívjuk, hogy a tudás fája, ami a jó és a rossz döntése volt, mivel a Malhut az gyakorlatilag a teremtő irányításában a világban. Amilyen mértékben ő nem tudja beteljesíteni ezt a feladatát, tehát nem kapja meg a teljes bőségét a teremtőnek, amelyet a teremtő előzőleg is eldöntött már, hogy a teljes teremtés javára akarja adni. Ezért, hogyha ez nem történik meg, akkor az irányításnak jónak kell lenni, vagy rossznak, az jutalmaznak és büntetésnek is. Ez azért van így, mert az edényünk, az még mai napig az önmegszerzése vannak irányozva, amit nagyon behatároltak a saját mértékünkben, és ez nagy mértékben elválaszt bennünket a teremtőtől. A teljes előnye annak a hatalmas mértéknek, amit ő nekünk szán, az kizárólag az adakozásnak az elején keresztül jut el hozzánk, mely egy olyan előny, amely minden határ nélkül ér bennünket. A megszerzés azonban, az önző megszerzés azonban be van szorítva, és nagy mértékben meg van szorítva, mert gyakorlatilag a hiány majd rögtön a kielégés után történik. Tehát az Úr mindent a saját céljából csinál, mondja az írás. Tehát minden, ami megjelenik a világban, az kizárólag az adakozás érdekében történik, hogy adakozni tudjon a teremtő az ember felé, és ilyen módon az emberek mindenféle világi problémákkal küzdenek, hogy hogyan, és azzal, hogy hogyan voltak az elején megteremtve, mert a teremtő azt mondja nekik, hogy az egész világ értelme lett megteremtve. És meg az van lévő, az Úr mindent a saját dolgai miatt hozott létre. És mi azt is mondjuk, hogy ez egy teljes ellentét van, mivel mi azt mondjuk, hogy az egész világ az nekünk volt megteremtve kizárólag, és mi szeretnénk megszerezni az összes bőséget, ami meg lett teremtve, és nyilván a saját örömünkre és a saját dicsőségünkre szeretnénk ezt megszerezni. Azonban nem csoda, hogy ilyen módon értéktelen megszerezni az ő teljes előnyét, amit nekünk fölkínál, a teremtőjét, hiszen ebből kifolyólag a büntetés, a jó és a rossz és a gonosz, ami előzőleg ábrázolva lett nekünk a jutalom és a büntetés formájában, ezek látszólag függetlenek, mivel a jutalom és a büntetés az automatosan adja a jót és a gonosz közötti megkülönböztetés. És ilyen módon az edényeinket a megszerzésre, azokat éppen ellenkezőleg kell kiterjeszteni, mint ezek meg lehettek teremtve az elején, és ilyen módon az egyéni érzékekkel nem is nagyon lehet érzékelni, hogy milyen viszonyban kerül az ember ezzel is. És itt van egy szabály, hogy a teremtőt úgy fogja érzékelni, hogy ez egy gonosz erő, hiszen hogyan lehet ez egy tökéletes működtető erő ennyire béna világot adott létre, és ilyen módon nekem érezni kell, hogy minden rossz, amit a teremtőnek származtatok, az nem a magasságos működtetőtől árad ki, és ez a legnagyobb büntetés a világban, ha én ezt nem látom. Tehát ilyen módon a gonosznak a feltárulása az elvisz bennünket a jutalomnak és a büntetésnek a felismeréséhez. Tehát hogyan lehet ezt megtenni, hogy valaki a teremtőt hitet megfelelően használja, de nyilván úgy, hogy a felső gondviselés is közben meg tudja kóstolni. És ilyen módon, hogyha nem tesz valaki erőfeszítéseket, akkor büntetés kell, hogy kapjon, mivel ő elválasztódik a teremtővetett hittől. Azonban, azáltal, hogy a jutalom és a büntetés lesz az vezetőnk és az irányítónk, a teremtő előkészíti a mi számunkra ezt, hogy mi valóban elnyerjük a korrekció végén, amit akartunk, és ez azt is jelenti, hogy minden ember, aki a kollektív edényt próbálja meg adakozásra fordítani, ahogy az írva van, az Úr megtesz mindent, és mindent a saját célját követeteszi meg, azaz, hogy az kezdetben el lett döntve és megtehet. És ebből a időben az Ivuk Játék Jómi, mikor megjelenik,
mi nekünk a szeretetből kell önismeretet meríteni, és minden bűn az érdemé válik, és minden rossz jóvá. És ezzel egy időben az privát gondviselése kiterjed az egész világra, és mindazok fogják látni, hogy egyedül cselekszenek, hogy és ugyanazokat a cselekedetet folytatják, mint ezt megelőzően, még azok is látni fekete öntött dicsőségét. Ez azért van, mert most, amikor a gonosz és a büntetés az valamilyen módon megérkezik, ez azt is jelenti, hogy lehetetlen volt elérni egyébként a cselekvőt ezt megelőzően, és most pedig megfelel a munkánk annak, hogy ezt meg tudjuk tenni, és ilyen módon kell áldani és imádkozni hozzá, hogy adja meg nekünk a képzetes gonosz feletti látást. Ez a legfontosabb pontja a cikknek, és nyilvánvalóan ez messze van a korrekciótól, de ilyen módon a kezünkben van a világ, mert nekünk jutalmat kell kapni minden egyes büntetésen túlmenően. Azonban a korrekció végén egy hatalmas zivug jelenik meg, amely feltárja a korrekciót és a büntetést, és minden a teremtő kezéből fog kiáradni. Kérdések. József Jeruzsálemből kezdi, hogy mi a teljesség a teremtett lények irányába. Tehát mi a teljesség, amikor a teremtő gondviselésről beszélünk, Uram? Az, hogy mindenki elérheti és el is éri őt. Egy teljes módon, semmilyen megszólítás nincs ebbe. Hát ez a teljesség. Ez a teljes... Igen. Tehát kérdeztek valamit a workshopról? Igen. Amikor kérdéseket teszünk föl, nyilván bele kell kerülnünk abba a helyzetbe, amit érzelmileg már ábrázoltak nekünk. Tehát nekünk tudni kell, hogy kapcsolódunk össze, és akkor látnom kell a barátokat, és ha én vagyok az első, aki beszélek, akkor nekem rögtön mondanom kell valamit, de még nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát stabilizáltunk itt valamilyen szabályt, én nem tudom, hogy belimitálják a maximális hosszát annak, amit mondhat valaki. Hát nyilván itt a között, amit te mondasz, vagy mások mondanak, akkor lehet különbség. De ha együtt a célt követitek, a csoportot, együtt ültök le, eljutottok egy kölcsönös érzékeléshez, egyetlen szinguláris gondolathoz, mert mit jelent ez? Hogy aki beszél, és tudja, hogy hogyan beszéljen, hogy érted, vagy nem érted. Nyilván itt ugye a kölcsönös hely. Oké, de az első beszél, akkor az rögtön kötelezve érzi magát, hogy beszéljen, és hogy hosszú időt beszéljen. Hát találjátok meg a szavakat, magyarabb. Hogy ne legyetek zavarodottak. Tehát amikor elkezdtek beszélni, akkor világos legyen, vagy világosabb legyen a különbség. És hogy milyen állapot az, ahol elkezdődik a teremtőnek a munkája. Tehát nyilvánvalóan nincs senki, aki őt megelőzni, és ő nyilván egy hatalmas zavarodottságból is fog majd beszélni hozzám. Tehát napjainkban tehát mi beszéltünk egyfajta blokkról, tehát a kérdésem az, hogy oké, de és akkor cseréljük azt, hogy ez meg a tiéd érte. Tehát lehet az, hogy még jobban motiváljuk egymást, hogy tehát nyilván a workshopot el kell jutni egy bizonyos ponthoz, és aztán onnan kéne tovább mennünk, aztán hirtelen minden megáll. Tehát a kérdésem az az, hogy tudunk-e valamit tenni annak érdekében, hogy ezt valóban megfordítsuk. Egy kicsit jobban, mint eddig. Lehetséges, de miért kéne megtennünk, magyarabb? Miért kéne? Azt mondanom, hogy ez a blokk, ez értelmezhető a számomra, és ezt meg ezt kell csinálni. Oké, tehát még egyszer, magyarabb. Nyilván nem akarok bennetek rossz szándékot hagyni. Tehát nekünk valóban diktálni kell egy bizonyos dolgokat a mi számunkra, de hogyan haladunk előre, ez egy nagyon fontos kérdés.
Tehát mind, ugye mindig elmondjuk, hogy minden a kapcsolattól függ, és nem nagyon tudunk ennél többet erőltetni, mint ez. A szándék, ugye ez nem mindenkinek a magánmunkája, vagy egyszerűen a szándék az, amit kiépítünk egymás között, és ennek az eredménye. Mind a kettő mondja. Tehát mindenkinek van egy szándék, amit hozzá kell adni, és ilyen módon válik a kölcsönös szándék parcufá. Oké, tehát eszéljük szándéknak, amit ki tudunk építeni együtt, igen. És mi az, amit mindenki hozzáad önmaga ehhez a parcufhoz? Az önlenullázódást és a cél nagyszerűségét. Ez az, ahogy a parcuf kiépül, így épül föl. Igen. Oké, de a lenullázódás hogyan történt ez meg, hogy egyszer csak olvassuk a könyvet, mindegy, milyen állapotban vagy, ha olvad előtt van a könyv, vagy nem. A kérdés az mindig az, hogy kapcsolatban vagytok, vagy nem vagytok kapcsolatban. Egységben vagytok, vagy nem vagytok egységben. Képesek fenntartani ezt az egységet, vagy nem? Tehát, hogy honnan vesztek a szándékot? Hogy akartok-e ezt egy ilyenfajta kapcsolatot kiépíteni, amit teremtőnek nevezünk. Tehát mi alkotjuk őt meg, mi formáljuk őt meg. Tehát nekünk el kell érni egy viszonyt, egy szándékot egymás között a megszorítással, hogy egymás preferálva, a kapcsolatot preferálva egymásban végső soron megadja nekünk ez azt a fajta összegzést, amit teremtőnek tekintünk. Oké, de ez azt jelenti, hogy képítjük egy parcufot? Tehát ti fölé emelkedtek a személyes érzelmeidnek, gondolataitoknak, és elkezdtek preferálni a csoportot. A csoporttól pedig felemelkedtek, és preferálni kezditek azt, hogy megformáljátok a teremtőt. Ez az, hogy ez működik. Oké, na de ez nagyon sokszor megtörténik. Én sokszor mondta azt, hogy mi nem vagyunk egy közös vágyban. Tehát mi nem tanulunk együtt. Egy kölcsönös munkában kell lenni, tehát mindenki saját maga dolgozik. Ez így van, mivel önmagunkon belül meg kell találni azt a pontot, ahol szándékosan egy irányba fogunk gondolkodni, és ezzel az összes erőfeszítést egy irányba tudjuk fókuszálni a kapcsolatra. Oké, na de van egy mód arra, hogy megvizsgáljuk ezt az irányt? Tehát le tudom ezt ellenőrizni? Persze, biztos. Hát nem érzed, hogy hol vagy? Én érzem, mondja a srác, de... Mitől függ ez? Tehát én eljövök a leckére, van egy kölcsönös vágy, mindenféle tevékenységet csinálunk, és csak egy közös vágyat alkotunk. Igen, mondja Rav. És nyilvánvalóan akkor jó munkát végeztek egymás között. Én veletek vagyok itt a leckén, és érzem. És ezért, ugye tegnap együtt voltunk 6-7 órát, tehát 6,5 órát voltunk együtt. És látjátok az eredményét. És ma ezért vagyunk képesek ilyen nagyon bonyolult munkát is elvégezni. Tehát itt mindenettől a belső atmoszférától függ. Tehát nyilvánvalóan, ha fáradtak is vagytok, de a tegnapi felkészülés megadja az erőt. Oké. Okay. De mi ez az atmoszféra? Mi az, amit mi tegnap elértünk? Tehát ön azt mondja, hogy minden az atmoszférától függ. Mi az, amit mi elértünk? Mi volt a tegnapi eredmény? Befektetetek. Oda mit fektettünk be? Különböző erőfeszítéseket tettetek.
Ez érezhető, mondja Rab. Tehát együtt mindenki napról napra, vagy egyik napról a másikra, ugye lett ki a workshop, a kaja, és akkor a cél az valóban egyre tisztábbá vált, tisztázottabbá vált. És ez működik. És ilyen módon mi egyre mélyebben tudjuk ezt megvizsgálni. Oké, Rav. Tehát ha a tévénézőinknek mit tudom mi mondani, akik bennünket néznek? Én azt gondolom, hogy mi egy olyan állapotban vagyunk, amikor együtt mentünk át állapotokon, és ilyen van egy különbség köztünk, a csoportok között, ahol mindenféle problémákkal szembesülünk, ugye Ausztrália-Ázsiában, Dél-Afrikában, tehát minden csoport itt Izraelben, nincs különbség köztünk. Tehát amikor valóban be akarjuk öltöztetni a diáknak a szívét, ahogy tudjuk, ismerjük, a legtöbb tévénéző, azok olyan emberek, akik velünk vannak már hosszú ideje, évek óta, tehát én azt gondolom, hogy a workshop az tehát a legfontosabb dolog, amiken át kell mennünk és éreznünk ezeket az állapotokat. Tehát van, mit tudom én, 6-7 ember, aki beszélt itt, és egyszer csak azt érzem, hogy a fókuszcsoport, ugye, és természetesen itt nem csak egy általános edény van, hanem nekünk integrálni kell mindabban, ami történik, és meg kell határoznunk, hogy mennyire tudunk előrehaladni. És azt gondolom, hogy az ember velünk van, egy workshopon, és akkor végigüli a szövegeket, és mindazt, ami történik, akkor ennek elégnek kell lennie. És ahogy ezt hozzá tudjunk adni valamit, ez azt is jelenti, hogy pontosan a tévénézők által nekünk érezni kell, hogy a törést miután valóban oké, na, de akkor itt van egy ember, aki velünk együtt van. Oké, na, mit jelent ez? Mit jelent az, hogy az egyén egyedül? Tehát az emberek úgy kell látnia magát, hogy integrálva van a tízesbe, a tízes körbe. Mi látunk csoportokat, nagyon sok csoportunk van. Miguel Mexikóba kérdezi, ahhoz képest, amit mondott, mit jelent ez, hogy elfogadom a csoportot? Tehát, hogyha nekik van az ásványi növény és átis szinten a vágy, akkor ugye mit kell korrigálnunk? Tehát... Nem értem a kérdést, mondjam. Tehát van az ásványi növény és átis szint. Nyilván ezeknek nem nagyon kell korrekció, mert a teremtővel a való azonossága csak a beszélő szinten van. Hogy a teremtőt helyreállítsuk, oda az kell, hogy mi kiépítjük a képét bennünk, és abban a mértékben, amilyen mértékben helyreállítjuk őt, de amilyen mértékben hasonlóvá válunk hozzá, hozzuk létre ezt a másolatot, és nem megismerjük, hanem kiépítjük. Ez a legfontosabb mondat. Tehát mi nem tudjuk még ezt a formát, de tudjuk, hogy hogyan működik. Hát hogy jutunk el a teremtett lényektől a
tőig. Oké, tehát nekünk van az ásványi növény és az állati vágyak szintje. És milyen vágynak kell megenni a csoport előtt? Nyilván ezek ösztönös vágyak egészen a beszélő szintig. És ilyen módon kell ösztönösödni az ásványi növény és állati szinteket. Tehát valami létezik a világunkban. Tehát jön az emberekkel. Az emberek valóban részei az élő világnak. Tehát mi azt találjuk, hogy a beszélő szint az valóban valamifajta formegyedésben van azzal, amit Ádámnak neveznek, és ez a formegyedés azt jelenti, hogy Ádámot elkezdik fejleszteni. Különben mindenki bestia maradna. De csak ez a forma tudja helyreállítani a teremtővel való kapcsolatunkat, és ebből nekünk a kavala bölcsességét kell tudni igazán megragadni, és... Oké, tehát, hogyha a beszélő vágyakról beszélünk, amik még nem jöttek föl teljes egészében az emberben, az is jelenti, hogy nyilvánvalóan akkor nekünk okosan kell ezt kezelni. Tehát... Nyilvánvalóan általános módon kell hozzákapcsolni magunkat azhoz, ami világnézeteinek nevezünk. De nyilvánvalóan most már a korrekció felé haladunk. Néhány másodpercünk maradt. Tehát a szűrő, az hívók. Tehát hogyan tudjuk azt megvizsgálni, hogy valóban én nem hiszem, hogy tudjátok megvizsgálni azt, hogy mi az, amit foglalkozatok kell, és hogy tehát csak összezavarodtok, hogyha nem engeditek el azt, amit még nem értetek pontosan. Tehát csak összezavar benneteket, korrekció. Tehát próbáljátok meg, próbálkozzatok. Tehát amit én akarok tenni a végén, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudjuk mutatni, hogy minden cselekedet mögött, szó szerint, ami történik, az a teremtő van, és hogy valóban a közlekedő kapcsolatra kell fókuszálni, semmi másra. Tehát ez, amit nekünk meg kell mutatni. Tehát nem valamennyi országba kell menni, hanem itt a Földön dől ez el, ez a bölcsesség. És nyilvánvalóan meg kell próbálni egyre jobban alkalmazni, tehát egyre jobban alkalmazni, megbeszélni, hogy valóban képesek legyünk látni, mi az a zivug, az összekapcsolódás, az ütés a szűrőn, a beöltözés, a pederos a parcufon belül, ami előtte nem is létezett. Tehát nyilván ez egy kölcsönös vágy, a rossz és a guf között. Tehát nincs olyan spirituális vágy, amit magunk építenék föl. Tehát ezt mindenképpen a többieknek kell támogatni és elkezdeni. Ez nem egy probléma, mondja Rav. Tehát, hogy elkezdjetek kiépíteni fals formákat, amik helytelennek. Ez lényegtelen egyébként, mondja Rav, de ez nem fontos, nem is fontos. Így működünk. Miután ti valóban az irányultságon kell, hogy dolgozzatok, és nem magán a formákon. Az irányultság megfogadna helyes formákat. Tehát nincs olyan igaz ember, aki ezen a világban itt létezne, akár Izraelben is, aki nem látott még igazából bűnt. És csak a hibák által haladunk előre. Tehát nyilván, ami igazán értékes lehetne, az, hogy az embernek az irányultságát kell beállítani, hogy valóban ez csak a kapcsolaton, a csoporttal való kapcsolaton keresztül valósult meg. Tehát mondhatnánk azt, hogy a spültes elérés előtt az embernek van valami fajta minimális érzékelhetősége, és kéri a teremtőt, hogy ezeket az állapotokat, a szűrőt, és minden mást, azt adja meg az embernek a fizikai világban, hogy aztán
engem ezek kitöltsenek, érti a kérdést? Beszélj a teremtővel, mondja a lényegtelen, miről kér, beszélj a teremtővel. De menjünk tovább, de előtte énekeljünk egy dalt együtt. נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה היא ממלאת את החלל אני חויב לי דאגה היא ממלאת את החלל אני חויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להתקפה וכך זה מתגלה לי שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שברון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה